A nagy kalácsa. Ott ült a szobában, egyedül. Ma nem dolgozott. Szabad napot kapott, mert valami felújítás miatt elzárták a vizet. Így sokkal nehezebb volt elviselni az egyedül létet. Még csak néhány hónapja volt itt, távol a szülői háztól, de tudta, nem fog tudni hazamenni, legfeljebb csak karácsony után. Ebben az időszakban nagy a forgalom, sok a munka, persze duplán is fizetnek, majd küldi haza a szüleinek. A teafőző sípolni kezdett a konyhában. Végig csoszogott a szobán az óriási süsüs mamuszában, amit a testvére küldött születésnapjára. Azt írta, többe kerül majd a postaköltség, mint maga a mamusz, de nem bánja. Levette a kannát a gázról, leforrázta a teafiltert. Két keze közé fogta a bögrét, úgy ment vissza a szobába. Fázott. Ez a vacak elektromos fűtés nem túlzottan előnyös így december táján. A tea nem segített, mióta beköltözött ebbe az apró albérletbe, hiába próbálta otthonossá tenni, valahogy nem sikerült. Pedig pazar volt a kilátás a park fáira és a távori öbőre, mégsem érezte magát komfortosan. Az első fizetéséből vett egy apjú takarót és puha díszpárnákat. Elég drága volt, de szeretett volna néhány meleg dolgot a lakásba. Mégsem érezte, hogy kuckós lenne, ahogy a testvére szokta mondani. Hiányoztak a barátai, a szülei, a testvére, és hiányoztak a nagyszülei is. Soha nem vallotta volna be nekik, hogy ennyire fáj a szíve utánuk. A barátai posztjait nézegette az Instagramon, aztán a közösségi oldalt böngészte, majd unottra letette maga mellé a telefont. Kinyitotta az ablakot. A vöröses sárgás színekben pompázó fakoronákra nézett, a hideg ellenére még azok is sokkal barátságosabbnak tűntek, mint a szobája. Eszébe jutottak a nagymamánál töltött napok, mikor kora reggel a friss kalács illatára ébredt, mert nagyi karácsony előtt mindig sütött kalácsot. Mazsolást, ami a kedvence volt. Igaz, karácsonyig el is fogyott néhány, de ki bánta? Behunyta a szemét, és látta az apró kövérkés asszonyt, a csupa liszt kötényében, ahogy gyúrja, dagasztja a kalács tésztáját, és közben magyaráz. A tejnek langyosnak kell lennie, aranyom, és a lisztet nem szabad hidegen hozzákeverni a felfutott élesztőhöz. Mindennek az alapja, hogy kellemesen melegek legyenek a hozzávalók. Megszórta mazsolával, és összefonta a kalácsot. Hogy is volt? Kinyitotta szemét, számba vette a konyhaszekrényben lapuló tartós élelmiszereket, amit abban az óriási dobozban kapott otthonról. Mert ott biztos nem lehet ezeket kapni, írta az anyja a levelében. Dehogy nem lehet, csak picit máshogy néznek ki, és más a nevük. Néha kinyitotta a szekrényt, és nézegette a macis mézet, a lisztet, lekvárt, ami otthonról jött. Most felvillanyozva szedte ki őket, és végigvette, mire van még szüksége. Kalácsot fog sütni? Újongott magában, bár még soha magától nem próbálta, de a fejében ott van nagyanyja összes mozdulata, jó tanácsa, figyelmeztetése. Igaz, csak száraz élesztője volt, de talán az is megteszi. Szerencsére tej mindig volt otthon a reggelihez. Vaj, tojás, cukor és mazsola is lapult a szekrényben. Annyira izgatott lett, hogy végigugrálta a szobát. Kalácsot fogok sütni, kiabálta az üres falaknak. Magára kötött egy konyharuhát, gondosan letisztította az asztalt, majd hozzálátott a tésztához. A nagyanyja hangját folyamatosan hallotta a fejében. Így csináld, úgy csináld, figyelj erre, ne felejtsd ezt el, vagy azt. Amíg a tészta kelt a takarók és párnák alatt, a sütőt is nagy nehezen beindította, bár még soha nem használta. Így beletelt egy időbe, amíg meggyújtotta a lángot az ősrégi eszközön. Mire összefonta a kalácsot, addigra a sütő átmelegítette az egész konyhát. Izgatottan és nagyon óvatosan helyezte be a nyers tésztát. Leült a konyha kövére egy párnára, úgy nézte, hogy lassan életre kel a melegben a kalács, nő, növögett egyre nagyobbra és nagyobbra. A konyhát hamarosan isteni illat töltötte be. Mikor a kalács fonatai foszlani kezdtek, és a tetején a dombocskák gesztenyebarnára sültek, tudta, elérkezett az idő. Óvatosan kinyitotta a sütő ajtaját, a konyharuhán keresztül megfogta a tepsit, és óvatosan az asztal tetejére helyezte az elkészült művet. Már kora délutánba hajlott az idő, az ég egyre sötétebb lett. Az ablakon esőcseppek jelentek meg, nem bírt sokáig várni. Nem bírt sokáig várni, kézzel letört egy nagy darabot a foszlós kalácsból. Tésztája aranysárga volt a vajtól, melyet apró mazsolaszemek tarkítottak. Kitöltött egy jó pohár tejet,
Törökülésben leült a kanapére, és csukott szemmel beleharapott a meleg kalácsba. A boldogság és az otthon íze volt egy azon falatban. Az ajándékbögre. Áron még aludt, mikor elindult dolgozni. Ez volt a harmadik hét, hogy plusz munkát vállalt egy ajándékbögréket készítő üzemben. Most karácsony előtt jól jött a plusz pénz. Mostanában úgysem volt sok kuncsaftja az egészségházban, ahol gyógymasszőrködött. Ingrid, a barátnője, mondta, hogy van ez a bögre csomagolás. Alkalmi munka, jól fizetik, és ki ne akarna egy kis plusz pénzt karácsony előtt. Szóval elvállalta. 12 órás műszakok voltak, hetente 3 alkalommal. Áron csak 9-re ment dolgozni az ingatlan közvetítő irodába, de valószínűleg a nagy hó miatt neki sem lesz túl sok munkája. Már csak 2 hét volt karácsonyig. Hótaposóban is nehéz volt utat törni a busz megállóig, ahol Ingrid felvette, és együtt mentek az üzembe. A hó most is szakadatlanul esett, alig látott. Minden olyan meseszerű volt, a sárga lámpafényben táncoló hópelyhek, mintha incselkedtek volna vele a korai órám. Fejébe húzta jobban a pufi dzseki kapucniát, és előre dőlve haladt akár egy menetelő katona. Az üzemben javában folyt a munka. Mindenki hajtott, csomagolták a bögréket, képeket és más ajándéktárgyakat. Beállt a boxba és elkezdte a munkát. Fogott egy bögrét, szkenner alá tartotta a vonalkódot, a nyomtató kiadott egy címkét, összehajtott egy dobozt, belerakta a bögrét és a címkét ráragasztotta. Viccesnek találta, hogy naponta több száz fényképet láthat, amit az emberek a szeretteiknek adnak majd karácsony este. Életesemények, esküvők, szerelmes képek, ultrahangfelvételek az első babáról, nagymamás unokás képek és ezernyi arc a bögréken. Ő is gondolt rá, hogy Áronnak csináltat egyet, valami szívecskéset, mondjuk egy nyári képet kettejükről, vagy az esküvőjükről. Ránézett a monitorra, hogy ellenőrizze, hányadik csomagnál tart. A normát tartani kell mindenkinek, naponta minimum 1000 bögrét kellett fejenként becsomagolni. Aki ennél kevesebbet produkált, attól elköszöntek. Azon tűnődött, milyen képet is tenne fel a bögrére, amit Áronnak adna. 5 éve voltak együtt, de nem sok közös kép készült róluk. Általában családi fotók, férje vagy az ő szüleivel, és néhány parti fotó, vagy nyaraláson készült kép. Igazából eddig nem is vette észre, hogy nincs olyan igazán jó közös kép róluk. Egy fiatal pár és a közös kisbaba hármasát nézegette egy ideig, és elérzékenyült. Ebből 3 is készült, valószínűleg a nagyszülők kapják karácsonyra. Bárcsak ők is készíthetnének ilyen képet, de évek óta hiába próbálkoznak. Nem sikerült teherbe esnie. Áron azt mondta, ne bánkódjon, majd csak sikerül egyszer. És felesleges az orvoshoz mennie miatt. Hülyeségnek tartotta az ezzel járó procedúrát. Sokszor az ember házassága is rámegy az ilyesmire. Ő azért titokban elment a nőgyógyászhoz, és kivizsgáltatta magát. De semmi problémát nem találtak. A férfi azt mondta, ha nem lesz gyerek, ő akkor is szeretni fogja. Nyaralni járnak, barátokkal partiznak, és élik az életüket. Nem muszáj feltétlenül gyereket szülni mindenkinek. Azért ő nagyon vágyott egy szép szőke kisfiúra. Amilyen a férje is volt a gyerekkori képein. Nagyot sóhajtott, és a bögre bekerült a kis dobozba. Ráragasztotta a címkét, és a postadobozba tette a többi közé. Délután 5 körül már eléggé fájt a lába, így hol az egyikre, hol a másikra tette a súlyát. Újabb rekesz érkezett, friss, meleg bögrékkel. Szinte már automatikusan tette egyiket a másik után, a hajtogatott dobozkákba, mikor az egyiken hirtelen, mintha Áron arcát látta volna. Kihúzta a dobozból, és újra megnézte a képet. Egy cuki, szőke, 2 év körüli kisfiút két oldalról megpuszíják a szülei, egy fiatal szőke nő is, és egy sötéthajú kisé borostás férfi, aki elakadt a lélegzete, mert esküdni mert volna rá, hogy Áront látja a képen. A férfi profilja látszott, szeme lehunyva, de a haj, az arcforma csak is ő lehet. Egy fiatal pár a kisfiúkkal. Boldog család, ez volt a kép aláírva. Család? De Áron az én családom. Megkapaszkodott az asztalban, hogy ne szaladjon ki alóla a talaj. Le kellett ülnie egy rekeszre, a bögre még mindig a kezében volt, bögni akart, aztán hányni, aztán dühös lett, és végül csak higgadtan visszatette a bögrét a dobozba.
Rátette a címkét, de nem tette be a többi csomag közé. A megrendelő címét, Hajnal Diannáét felírta. Millió gondolat szaladt át az agyán, mikor járt el otthonról a férje, a munkaideje, a hétvégék, az elmaradt nyaralás. Akkor ilyenkor mindig annál a másik nőnél volt? Ezért volt mindegy neki, hogy lesz-e gyerekük vagy sem? Mert már volt neki egy? Egy szép szőke kisfiú, mint amilyen ő is volt. Nagy nehezen lehúzta a 7 óráig tartó műszakot. Ingrid próbálta hazafelé szóval tartani, s ő automatikusan válaszolgatott a kérdéseire, de gondolatai ott jártak, annál a másik családnál. Áron nem volt otthon, üzenetet küldött, hogy csak 9 felé ér haza. Hát persze, gondolta. Vacsorát készített, de neki nem volt étvágya. Felhívta Ingridet, hogy holnap nem tud menni, nem érzi jól magát, majd kinyitotta a férje laptopját. Persze semmit nem talált, hogy is találhatott volna. A Facebook profilján is csak néhány semmit mondó megosztás, vagy valami érdekesség a kedvenc foci csapatáról, eszmecsere a barátokkal. A fotók között sem talált semmit. Kitörölte az előzményeket a böngészőből, majd lefeküdt és olvasni kezdett, vagyis kinyitott egy könyvet. Áron 9:30 jött haza, bocsánat kérő megcsokolta. Volt egy ingatlan becslés a város másik oldalán, elég zűrös ügy, és csak beszélt, közben átöltözött, megvacsorázott, lezuhanyozott, majd befeküdt mellé és újra megcsókolta. Neked milyen volt a napod? Nehéz volt a meló? Nem olyan vészes, mondta szárazon. Nem is tudta, miért nem kérdez rá egyenesen a szőke Diannára és a cuki kisfiúra. Fürkészte a férje arcát, amit már 8 éve ismert, és mégsem ismert. Miért hazudik neki? Miért vannak még együtt? Mit akar tőle? Holnap is mész? Kérdezte az, miközben magára húzta a takarót, és leoltotta a lámpát. Igen, felelte a sötétnek. Másnap reggel elindult, ugyanúgy, mint előtte, de mivel Ingrid nem várta a busz megállóban, felszállt a buszra, és a városba ment. Tudta a címet, hová tart, elég könnyen meg is találta. A kertvárosi részben egy csinos kis házikó, előtte takaros kert, hintával, amit belepett a hó. Óriási hóember az udvar közepén. 8 óra volt, a házablakaiból lámpafény szűrődött ki. Az utca másik oldaláról a hosszan nyúló örökzöld bokrok mögül szemlélődött egy apró színházi látcsővel. Szerencsére nem volt nagy forgalom, és el tudott bújni 2 bokor között, s így az alkalmi búvóhelyéről mindent láthatott. A teraszajtón keresztül egészen a nappaliba látott, és a konyhai részét is megfigyelhette. A nő tett vett a konyhában, majd a kisfiú is megjelent egy macival a kezében, szemét dörzsölve, mint aki most ébredt föl. A reggeli készülődést az ovi előtt végigkísérte egészen 8:30-ig. Akkor már elég át volt fagyva, de várt még, és nem is hiába. Pontosan 8:30-kor megjelent Áron sötét kikopelje a sarkon, és a férje kiszállt, majd mint aki hazamegy, bement a házba. Megcsókolta a nőt, és a kisfiú a nyakába ugrott. Néhány percig így álltak együtt, mint egy igazi család. Noémi szemét elfutotta a könny, ami szinte végigégette átfagyott arcát. Áron felkapta a kisfiát, és egy gyereküléssel a másik kezében az autóhoz mentek, majd beültette a gyereket, és ő is beszállt, mellé pedig a szőkenő. Még egy csók, és elhagyták az utcát. Ő csak állt ott, mint egy jégidermedt szobor. Nagy sokára tudott elindulni, egyik lábát a másik elé téve, mint egy robot. Nem is tudta, hová induljon, kitől kérjen vigaszt. A szüleit annyira ismerte, hogy már előre tudta, őt okolnák azért, mert Áron 2 életet él. Így felesleges is lett volna elmondani nekik. Ingridnek pedig azért nem mondta el, mert ő eddig akárhányszor magukról beszélt, mindig csak a jó dolgokat mesélte el, így a barátnője fejében ők az idilli kapcsolat megtestisítői. Kár volna összetörni ezt a képet. Igazából nincs senki, de senki, akiben annyira megbízik, hogy ezt elmondhatná, vagy tanácsot kérhetne. Beült egy kávézóba, hogy felmelegedjen. Teát és egy meleg croissant kért. Nézte a forgalmas teret, ahogy jönnek-mennek az emberek, csomagokkal, ajándékokkal a kezükben, sietnek valahová. Ő pedig itt ül, az élete pedig összeomlott egy nap alatt. Áronnak másik családja van. Az a nő vajon hogyan fogadja el, hogy nem lakik velük? Talán tud róla, és ilyennek fogadta el az életüket, hogy megtartsa Áront?
Hogy élhet abban a tudatban, hogy én vagyok? Hiszen biztos volt benne, hogy csak ilyen módon kezelheti ezt a kétlaki életét a férje. Hirtelen sajnálat fogta el a nő iránt, aki inkább megbékélt ezzel a helyzettel, mint hogy elveszítse a gyermeke apját. Úgy érezte, ez talán sokkal nagyobb áldozat a nő részéről, hiszen az tud az ő létezéséről, ő viszont eddig nem tudott róla. Miért is kellene haragudnia rá? Ellenkező esetben talán ő is így tett volna. Áron az, aki ezt a helyzetet teremtette. Egész nap bóklászott a városban, és hol ide, hol oda ment, inkább az emberek közé, mint haza, ahol egyedül lett volna, az üres házban. Néhány üzenetet kapott Árontól, hogy épp mit csinál, és ő hogy bírja a munkát. Azt írta, 8 körül otthon lesz. Hát persze, miután a gyereket hazavitte az oviból, és eltöltött néhány órát a másik életében. Aztán elment másnap is a házhoz, majd harmadnap is. 2 héten keresztül oda járt. Figyelte Áron másik életét. Esténként, mikor a férje hozzábújt, páratságra hivatkozott és elfordult tőle. Nem volt jó színész, de hihető volt, hogy a sok munka, a karácsonyi készülődés felemészti minden energiáját. Reggelente korán elindult otthonról, csak este találkoztak újra. Karácsony előtt néhány nappal Áron bejelentette, hogy kivette a szabadságát. Holnap még dolgozik, de utána itthon lesz. Az jó, válaszolt, és igyekezett lelkesnek tűnni. Remélem, már te sem dolgozol holnap után. Ölelte át a férfi a vállát, miközben ő mosogatott. Holnap még én is dolgozom. Őrült, hogy nem kell ránéznie. Neki még ettől az apró hazugságtól is égett a füle. Mennyi bőr lehet Áron képén, hogy szemrebben és nélkül hazudik évek óta? Rád fér egy kis pihenés végre, nem kell karácsonykor sem olyan nagy csinnadattát csinálni. Inkább lazítsunk, pihenjünk. A szüleid úgy is küldenek mindenféle finomságot, mint minden évben. Jó, majd nem lesz nagy csinnadratta, hagyta rá. Minden rendben, Noémi? Fordította az maga felé. Ő nagy levegőt vett és mosolygott. Semmi gond, csak ez az idő, meg a D-vitamin hiány. Holnap hozok multivitamint hazafelé, gyere, feküdjünk le. Mindjárt csak befejezem a mosogatást. Arra gondolt Diana-nak és a kisfiának, hogy telhet a karácsony este kettesben. Hogy fogja elmagyarázni a gyereknek, hogy apa nem jön el. Másnap 2 órát kellett várni, amire Áron végre megérkezett a házhoz. Nagy csomagok voltak nála. Úgy tűnt, ma nem viszi a kisfiút óvodába. Egy órát töltött náluk, majd a lány és a gyerek kikísérte őt a kapuig, és megvárták, amíg elhajt az autóval. A szőke lány kezében a gyerekkel sokáig nézett utána. Még akkor is ott álltak, mikor az már kihajtott az utcából. Aztán megtörölte a szemét. Magához szorította a kisfiát, majd visszatértek a házba. Noémi megmagyarázhatatlan sajnálatot érzett az idegen nő és a kisfia iránt, akik nem tölthetik együtt a karácsonyt azzal, akit szeretnek, aki hozzájuk tartozik. Furcsa kettősséget érzett, gyűlölnie kellene őket, de nem érzett ilyesmit. A férjére haragudott, aki 3 embert vezetett az óránál fogva, ő pedig boldogan ingázott közöttük. Gondolt egyet, és a Facebookon megkereste Hajnal Diana profilját, azonnal meg is találta. És a Messengeren hosszú levelet írt a nőnek. Karácsony napján, miután feldíszítette a fát, Áron átment a szüleihez, mint eddig minden évben, de még ígérte, vacsorára itthon lesz. Noémi vacsorát főzött. Ünnepi terítéket tett fel 4 személyre. Gyertyát gyújtott, felöltözött, kisminkelte magát. 6 órakor a sütő órája csippent, hogy elkészült a sült, és ezzel egy időben megszólalt a csengő is. Nagy levegőt vett. Az előszobában belenézett a tükörbe, megpróbált mosolyt erőltetni az arcára. Az ujjai jéghidegek voltak az idegességtől. Nagy lendülettel kinyitotta a bejárati ajtót. Kisfiával a kezében a szőke Diana állt az ajtóban. Néhány másodpercig egymás arcát fürkészték. A nő tágra nyílt szemmel nézett rajta végig. Arcán döbbenet tükröződött. Majd a kisfiú törte meg a kínos csöndet. Az ajtó lévő adventi koszorút díszítő madárkára mutatott. Fecske! Kiáltott és elnevette magát. Dehogy fecske, mosolyodott el Noémi, és a madárkát óvatosan lecsippentette a koszorúról. Ez egy vörösbegy, és az apró kinyújtott tenyérkébe helyezte a díszt. A gyerek úgy fogta meg, mintha egy igazi madárka volna.
két kis tenyerében melengette a műtollakkal díszített apróságot. Noémi a nőre emelte a tekintetét, aki alig tudott megszólalni. De hát te nem vagy tolószékben. Nézett végig Noémi karcsú, nejlonharisnyába bújtatott lábain. Miért lennék? Nevetett fel ő idegesen, de már kezdett kikristályosodni a gondolataiban a magyarázat. Áron mondta. Gyorsan a kis fiúra nézett. Szóval azt mondta, hogy évek óta tolószékben élsz, és azért... Szóval azért nem. Noémi bólintott. Értem. Most már mindent értek. Tehát ezért alkottál meg egy ilyen élettel. Diana lesütötte a szemét. Noémi megfogta a vállát. Gyertek be. Invitálta őket be a melegházba. Olyan volt ez, mint a hirtelen olvadásnak indult volna az ereszről lógó jégcsap, ahogy a napsugarai felmelegítették. Jaj, de szép karácsonyfa! A kisfiú összecsapta a tenyerét, mikor meglátta a feldíszített fát. Meg tudod mondani a neved? Guggolt le hozzá Noémi. Igen, Vándor Áron! Válaszolt, és az a szája... Igen, Vándor Áron! Válaszolt az, és a szája a füléig szaladt. Hát persze, nyilalt bele a szívébe, akárcsak az apját. Diana legugolt mellé, nézte őt is. A kis Áron leült a fa mellé, és a madárkával kezdett valami komoly eszmecserét folytatni. Noémi lehúnyta a szemét. Nekem nem sikerült eddig. Csuklott el a hangja. Nagyon sajnálom. Fogta át a vállát hirtelen Diana. Igazán sajnálom. Bocsáss meg. Ugyan, kapta fel a fejét. Nincs mit megbocsátani, hiszen te nem tehetsz róla. Hiszen ti valóban nem tehettek erről. Csak ez a hülye helyzet. Úgy éreztem, valahogy rendbe kell tenni, hiszen nem jó ez így. Nem helyes. A férjem, Áron hazugságban él. Ön nem rossz ember. Vagyis eddig úgy hittem, nem az. Igen, eddig én is úgy hittem, állt fel Diana. Gyere, iszol valamit? Beszéljünk. Beszéljünk a fiadról, az életedről, mondta Noémi, és leültette őket a nappaliban. 7:30 zörrent az ár. Megjöttem, kiabált Áron az előszobából. Ú, micsoda jó illatok vannak itt! Belépett a hangulatosan megvilágított nappaliba. A két nő a kanapén ült, boros pohárral kezében, közöttük Áron még mindig a madárkát szorongatva apró tenyerében. – Apa! – kiáltott fel, és felmutatta a karácsonyfadíszt. – Nézd, ezt úgy hívják, hogy vörösbegy! A férfi hol csápottan állt az ajtóban, és hol az egyik, hol a másik nőre kapta a tekintetét. – Boldog karácsony, drágám! – emelte fel a poharát Noémi. – Gondoltam, megleplek, és összehozom a családot a kedvedért. – Hogy ne kelljen nagyit mászkálnod. De honnan, ti, honnan? Áronnak falfehérből vörösre váltott az arcíne. Kérsz egy pohár teát? Pattant fel Noémi, és a konyhába sietett, majd a férje kezébe nyomott. Egy szép fotóval díszített karácsonyi bögrét. Újévi üzenet. Az év első napján a melengető napsütés megolvasztotta az öreg ereszcsatornára fagyott jéscsapokat. S azok akár az orgonasípok, legkisebbtől a legnagyobbig, az újévi hangversenyt felülmúlni igyekeztek. Úgy koppantak, pittyentek, zörögtek, attól függően, mi volt a lehulló cseppek alatt. Hol egy lyukas vödör félig hólével, vagy a bádog ablakpárkány, mázas cserép, vagy egy ott felejtett boros üveg. A zenebonát érdeklődve figyelte, egy rongyos szürke puli. Elnyúlt a bejárati ajtó előtt hagyott, máladozó lábtörlön, és hunyorogva tűrte. Hogy egy-egy csöpp a fülére, vagy az orrára hulljon. Az ajtó kinyílt, majd két óriási gumicsizma lépett át a fülebotját sem mozdító kutyám. Ej, az anyád isten, itt pamacs, majdnem átestem rajtad, morogta a csizma tulajdonosa. Két számmal nagyobb nadrágját gatyamadzaggal kötötte meg a derekán, hogy ne csúszol le róla. Ingét is, mintha örökölte volna egy óriástól, még a nadrágba tűrve is, a fele kilógott a derekánál. Hosszú volt ez az év, sípőretett kézzel, nagyot szippantott a friss levegőből, és ezer ráncú arcát a nap felé fordította. Feltolt a kalapját a feje tetejére, hogy barázdált homlokát is érjék a melengető sugarak.
Egy szürke círmos jelent meg a ház sarkánál, és kényeskedve emelgette puha talpait az olvadó hóban. Ő is az öreg felé tartott, majd a lábához törleszkedett. Na mi az, peckes, megéheztél? Nézett le a törleszkedő kandóra, s az, mintha érteni, azonnal a kis fehér tálka felé indult, ahová az öreg szokta a maradékot kirakni neki. Hát, hadd élvezzem még egy keveset ezt a napsütést, hisz úgyse jutott belőle sok az utóbbi időbe. A derékig érő kertkapunál rövid kabátos fiatalasszony állt meg, majd bekiabált. Székely bácsi! Az öreg összehúzta rövid látó szemét, közelebb ment az asszonyhoz. Jó napot! Nem ismer meg, Székely bácsi? Az asszony aggodalmasan nézett rá. Tudja, én jöttem a múltkor is, hogy segítsek maguknak a szennyet elintézni. Ja, hát biztos, mormogta. És tessék mondani, végül sikerült elintézni? Hát, még sajnos nem. De most azért jöttem, hogy tessen velem jönni a kórházba, elviszem az autómmal. Az öreg homlokán sötét felhő futott keresztül. Csak nem a... Az asszony nem szólt, csak lebigyeztette a száját, mint aki inkább nem mond semmit. Jövök, csak hozom a kabátom. És azonnal fordult is vissza a házhoz. Kabátban egy kis maradékkal tért vissza, a kutya macska ne éhezzen, amíg ő el van. Beletörölte nadrágjába a kezét, körülnézett, mint aki először látja a száraz szőlőtőkéket az udvar végében, meg a körtefát, melynek ágai a tető felé nyújtózkodnak. A kerekes kutat és a veteményes kertet, amit már tavaly őszóta nem ápolt senki. Mióta Erzsia felesége kórházba került. Gondosan bezárta az ajtót, majd a kapuhoz ment, és a fiatalasszonyra nézett. Mély magát küldték. A szomszédnak van telefonja, oda szoktak izenni. Azt mondták, jobb, ha személyesen jön a Székely bácsi. Az asszony nem nézett a szemébe. A kocsi kulcsot keresgette a táskájában, aztán lejtette a sárba, felvette, törölgette. Az öreg nem mozdult, mikor kinyitotta neki az anyósülés felüli ajtót. Mondja csak meg, ne szégyellősködjék, meg ne titkolózzon nekem. Meghalt az Erzsi, ugye? A nő lesütötte a szemét, és némán bólintott. Az öreg kihúzta magát, és a ház felé fordult, úgy mondta. Ma reggel felébredtem. Talán 17 lehetett, vagy még korábban. Ördög tudja. Még sötét volt kün. Az Erzsi ébresztett, tudja? Fordult most az asszony felé. Szeme megtelt könnyel, de mosolygott. Azt mondja, Gergő, kelj fel, mert nekem menni kell. Szinte csak félálomba voltam, úgy válaszoltam. Hova mennél ilyen korán, asszony? Azt felelte, vár az anyám. Meg azt ad, hogy mostantól legyen gondom magamra meg a házra. Hát erre már kinyitottam a szemem, mert az Erzsinek tán 30 éve is, hogy elment az anyja. Isten nyugosztalja. De nem láttam semmit. A hangját nem hallottam utána. Akkor tudtam, hogy többé nem látom az asszonyt. Na, de már azt is tudtam, hogy jó helyre került. Zsebkendőt húzott elő, hangosan kifolyta az órát, majd beült az anyós ülésre.